Tisztelettel köszöntöm a Frankó TV nézőit, a DAC aranyos marótra készül, és hát a Szenyica is egy sereghajtó csapat volt, és nagy nehezen ugye Kalmár győztes felsgóljával legyőztük, és hát aranyos maróton is. Lehet, hogy főszerepben lesz Martin Jedlicska, akinek az első kérdés még nem a meccsel kapcsolatban van, hanem be kell vallanom, hogy az első mérkőzését, amit láttam, akkor nem gondoltam volna, hogy egyes számú kapus lesz. Takže najprv jsme před zápasem v Zlatých Moravcích po Senici, ale prvá otázka znie na teba trošku z minulosti, lebo keď som ťa viděl prvýkrát v bráně Dacu, musím ti priznať, proti Znojmu to bolo, tak som si povedal, že no Jedlička asi nebude jednička, ale ty si vyvrátil všetko, pretože si sa stal pevnou postavou akože základu. Ako si sa k tomu dopracoval, aké kvality si musel predviesť, okrem brankárskej, lebo pôvodne to nevyzeralo, že budeš stabilnou jedničkou? Ne, tak som hlavne za to rád, že chytám a že mi trenéři dôverujú a že sa nám daří celkově. A dostal som sa k tomu, že vlastne Patinice sa zranil, takže som měl v tom i štěstí a byl som tu půl roku som tvrdě dřel a čekal som na svoju šanci, která přišla, takže jsem rád, že jsem tou šancí se chytil a chci furt dál makat a aby se vyhrávalo, abych tam zůstal dál, ale když nebudu makat, tak to může být za týden celý jinak, takže. Igen, ugye annyit mondod, hogy bizony, mikor ide jött, akkor nem úgy nézett ki, hiszen fél évet kellett keményen gűriznie. Úgymond az is jól jött neki, tehát természetesen ez csak idézőjelben jól jött, hogy Macei ugye megsérült, tehát nem érzi azt, hogy most ezzel még biztos, hogy stabil egyes, hát sokat kell még harcolni, hogy maradjon is, de nagyon örül annak, hogy az edzők végül is most egyes számú kapusnak őt tartják, de ez bármikor változhat, úgyhogy keményen fog ezért dolgozni. Vraťme se k zápasu Senica, pretože ugye samozrejme Kalmár dal víťazný gól, ale bol tam jeden moment, ktorý veľmi dobre pristihol môj kolega Tibor Pohor z Klikautu, keď si vlastne neukázal zásah, nezásah, keď ťa obišiel hráč a si sa zachoval kľud a nefauloval si, lebo potom asi by nasledovala červená karta, takže ako sa cíti brankár, keď sa rúti na ňo sám hráč, akože čo tam treba urobiť, zachovať si kľud alebo riskovať nejaký zákrok? Tak ja neviem, tak hlavne nedostať nejakú kartu nebo nejako neprepáliť zbytečne a tak oslabíte ten tým, že? Ale ja som tam hlavne byl pozdie v tom souboji. A jenom jsem chtěl urvat tu loptu, ale on si to okolo mě píchnul, tak pak jsem stáhnul tu nohu a modlil jsem se, aby mi nedal góla, no. Takže tak. Igen, ugye azt kérdeztem tőle, hogy az elmúlt meccsen volt egy momentum, amit Pór Tibi kollégám nagyon helyesen kiemelt a click-outból. Ugye amikor Jedličkára egyedül ment a játékos, a csatár, és hát ott valójában megkerülte őt, és hát hogyha ott szabálytalanságot követel, akkor piros lap és kiállítás. És hát erre szerényen azt mondta, hogy késett abból a szituációból egy momentumot, tehát ott más nagyon nem tehetett, de valójában tudatosan nem nyúlt a játékos után, úgyhogy utána már csak elengedte a játékost, és csak imádkozott azért, hogy ne legyen gól, hát a Kone ott a gólvonalon helyettesítette. Potrok zápasok, trošku fanúšikovia si želajú viac gólov, ale hlavne v sieti súpera samozrejme. A aký zápas očakávaš v Moravciach? Asi nebudeš hlavnou postavou, dúfajme, zápasu, ale nie, že by som ti to neželal, ale želám si, aby už bolo 3-0 a vtedy by si predviedol nejaký super zákrok, takže očakávaš tiež taký opatrný zápas, lebo oni bojujú vlastne o život, takže môže to byť zase o jeden gól, ale aký zápas očakávaš? Gólostroj, alebo že budeš hlavnou postavou? Tak doufám, že na mě nic nepůjde, že budu bez práce, takže to si přeju já, ale hlavně, aby jsme vyhráli. Ale teďka ty fanouci si vidějí málo gólů tím, že ty týmy se na nás připravují, oni nás znají, že na minulou půl rok jsme tady bavili fanoušky hrou, dávali jsme dost gólů.
A teraz se ty mě na nás připravují, většinou se stáhnou a bráněj tam u Vápna a my se tam pouštíme, takže takový zápas očekáváme ve Zlatých Moravcích, že ten tým bojuje o záchranu a my jsme Dunajská Streda, my jsme velký jméno ve slovenském fotbale teďka a budou to hrát aspoň na remízu nebo nějakým kontrem nám dá góla, takže budou jenom zalezlí, budou bránit a my budeme muset dát co nejrychleji z góla, aby to trošku otevřeli a dát jim třeba druhej. No. Igen, azt kérdeztem, hogy egy aranyos marótól milyen meccsre számít, ne legyen, azt kívánom, ne ő legyen a főszereplő, természetesen kívánom neki, hogy bravúrokat hajtson végre, de talán jobb lenne az, hogyha gólokkal vezetnénk már, amikor bemutat egy bravúrt, te milyen meccsre számít, egy gólosra, vagy pedig gólfesztivál, azt mondta, hogy ugye most a DAC egy nagy név a szlovák ligában, a tabellán elfoglalt helye alapján is, tehát nem lesz egyszerű aranyos maróton sem, hiszen az ellenfelek most a DAC-ot akarják megverni minden áron, és hát az aranyos marót az életéért küzd, úgymond. Tehát nagyon nehéz lesz a találkozó, és hát bizonyára megint csak behúzódnak a saját 16-osok elé, és kontrákra fognak várni, tehát nem lesz egyszerű. Trener, ma filozofiu gegenpress. Tom Stíle. Čo je tvoja úloha ako brankára, ako sa ty zapájaš do gegenpress, lebo možno, že trošku musíš hrať aj libera, takého druhého, že vlastne niekedy až na 16 skoro stojíš, sú aj také situácie, takže má nejakú úlohu v štýle gegenpress brankára, alebo nie? No, myslím si, že ne, tak já tam hlavně stojím nahoře, protože trošku to po nás chce hlavní trenér, aby jsme sbírali ty loptice, co jde za stoperama, aby jsme jim pomohli, těm obráncům. Takže to je taková moje úloha, že musím stát nahoře, ale já nepresu, takže ten gegen já tam nepresu, já tam stojím, takže to je spíš otázka pro hráče. No. Igen, tehát ugye Peter Hibala edző a gegenpressinget, tehát a letámadásos taktikát alkalmazott, amióta itt van. Kérdeztem, hogy ez nem kockáztatja meg azt, hogy neki túlságosan kint kell állni a kapujából, akár a 16-os vonalán is, talán a második söprögetőt kellene játszania. Tehát van-e feladata a gegenpressben? Azt mondta, hogy nincs. Neki azért kell ugye kiebálni ebben a letámadásos taktikában, hogy esetleg a söprögető, amit nem tud összeszedni, abba besegítsen, de neki nincs különösebb feladata a gegenpressing. Már a posledná otázka. Az utolsó kérdés. Ter Stegen, alebo Thibaut Courtois? Jan Oblak. Na, tehát akkor ez egy fantasztikus válasz volt. Azt kérdeztem, hogy melyik kapus szereti jobban, a Courtois-t vagy a Ter Stegen, és azt mondta, hogy az Atletico kapusát, Jan Oblakot. A mi si želáme, aby Jedlička bol Oblakom Dunajskej Stredy. Jó, děkuju, ale to mám hodně daleko. Köszönjük szépen, ez nagyon szerény játékos, úgyhogy bizonyára sokra viszi. Köszönöm szépen, gyakorlatilag.